A középkori harcművészetek világába kalandozva a múlt héten a Burt után a Profájttal ismerkedtünk meg. Sziasztok! Én Kozelka Zsolt vagyok, ez pedig a... Szóval ez itt a Historikon. Szokásomtól eltérően nem szaporítanám tovább a szót, vagy mégis. Csak azt már kiváló vívónkkal, Újvári Ádámmal, aki a magyar válogatott szövetségi kapitánya is. A második versenyzőnk Tóth Zsolt volt. Igen, ő látható itt Fejérben azzal a nagy piros pajzsa. Neki az ellenfele Iván Loborec volt, ő egy horvát tűzoltósrác amúgy. Ő már indult több Battle of the Nation-en is. Hát igen, ők a horvát... Szerveztek is annak idején egy 5 évvel ezelőtt. 4. Ő látható itt ebbe a piros-fehér kockás felső ruhában. Ez egy nagyon jó pörgős meccs volt. Itt az elején úgy tűnik, hogy a horvát versenyző tényleg hát sikeresen be tudja tolni a sarokba Zsoltit. Iván nehézvértően támadott rendesen. Igen, tehát... így van. És jól látszik az, hogy amíg a horvát versenyzőn egy kisebb pajzson, amivel sokkal könnyebb ütni, de viszont nehezebb védekezni, addig Zsolt egy nagyobb pajzsot választott, amivel mondjuk nehezebb bevinni egy ilyen találatot, illetve hát az összeakaszkodásnál is hátrányt tud jelenteni, viszont sokkal jobban tudja magát vele védeni. És ebből volt is egy kis minimális vitánk, én próbáltam kérni, hogy cserélje le ezt a pajzsot az első menet után, de igaza volt, nem cserélte le, tartotta, és hát majd látjuk is a többi menetben, hogy Zsoltnak volt igaza, és nem véletlen ezzel a pajzsra állt ki a horvát versenyző ellen. Ez egy jóval pörgősebb meccs volt, mint az előző. Így van. Nyilván hát, a testalkatokból adódóan is, hiszen kettő eléggé sportos testalkatú. Így van. Vékony felépítésű ember. Ők 100 kiló alatt vannak egy kicsivel, ilyen 80 kilós versenyzők, 80-90 kilós versenyzők, és hát mind a ketten tény elég sportosak, az állóképességük eléggé a toppon van. Itt főleg most ez még szintén egy ilyen ismerkedős. Tehát gyakorlatilag... Földrevitelre itt nagyon nem is lehetett számítani a méretükből adódóan, hiszen nagyon ha nézed van. A képet, akkor két ugyanolyan így van. Hát méretű versenyzőről beszélsz. A stílusuk is olyan, hogy próbálnak vívó távolságban maradni. Itt mondjuk most van egy összeölelkezés, de ez is inkább egy ilyen fárasztós. Tehát az, ők inkább vívók, mint bunyósak, arra akarsz kitérni? Igen, tehát hogy látszik is azt, hogy a horvát versenyző nagyon szépen csinálja azt, hogy amikor belép ütőtávba is mondjuk a pajzsával, akkor is utána egyből visszahajol olyan távolságra, hogy a karnak a végével tudja elütni a következő támadás, és így nem tudnak birkózni, mert egyszerűen mindig figyel arra, hogy meglegyen a távolság. Az első menetben talán a horvát srác volt aktívabb. Igen, jó volt, több találata volt, egyszerűen nagyobb iramot diktált. Hát igen, itt tipikus a... Így nem történik semmi, méregetik egymást, igen. Aztán belekezdenek. Így gyakorlatilag történt egy váltás. Ugye az első menetben a horvát versenyző eléggé kiütötte magát, hogy úgy mondjuk, tehát rengeteg támadást vitt be. És itt Zsolt az, aki most át tudja venni emiatt a kezdeményezést. Igen, úgy tűnik, mintha Horváth Srác kifáradt volna az első menetbe, illetve Zsolt érezte azt, hogy lehet, hogy több találatot kapott, mint amit szeretett volna az első menetbe, és jobban neki támadt, jobban kezdte ezt a menetet. Hát szép, az előző jelenet is szép volt, ott beszorította a sarokba. Ez a nagy pajzs az erre is jó, hogy szépen föl lehet vele tolni az embert, és mellett a kilógó réseken pedig be lehet vinni kardol a találatokat. És ez végül egy türelemjáték is, hiszen hogy a másikat ki tudod fárasztani, akkor utána a végén, amit jobban meg kell nyomni, sokkal nagyobb lehetősége lesz, mikor a másik már nem igen tud védekezni. Itt is Zsoltnak nagyon szépek a kontra, ez előbb lehetett látni, hogy két felső támadást levédett, az egyiket a pajzsával, a másikat a kardjával, majd egyből lerántja a lábra a kardját. Ugye a Loborecnél ez a kisebb pajzs, ez nagyon jó arra, hogy lehessen vele ütni. Viszont a lábat nehéz vele védeni, mert egyszerűen nem elég hosszú hozzá. Itt is most előre jött, szépen két támadás védte, lehúzta a lábra. Ez egy nagyon jó stratégia, tehát ezzel szépen lehet hozni a pontokat. És így megint arról van szó, hogy itt az ellenfél az, aki többet támad, miközben kevesebbet talál, tehát ő az, aki jobban elfárad.
Itt szintén megint ugyanaz a kép, Zsolti most már tolja be egyre inkább a sok. Így a horvát srác már védekezik, az utolsó ötélyesőt se védte, tehát szóval lábra nem is emelte meg a pajzsát. És itt is jól kijön, hogy Zsolt csak tol, míg az ellenfele megpróbál vele birkózni. És ez is jó, mert amíg ő arra koncentrál, hogy valahogy esetleg leráncsa a földre, addig Zsolt pedig tudja bevinni a pontokat. Neki csak a clinch helyzet a lényeg, és nem a földre vitel. Na, a harmadik menet. Én eddig azt mondanám, hogy az első menetet én a horvát srácnak adnám, a másodikat viszont Zsoltnak. Az egyértelmű, ez teljesen a képekből. Tehát egy-egynek mondhatjuk az állást. Nyilván itt nem úgy pontoznak a bírók, hanem a bevitt találatok száma alapján, tehát itt nincs olyan, mint a boxban, hogy első menet vagy második menet kié. Persze. De a horvát gyerek még próbált előre jönni, de hát... Igen. Itt szépen tartják egymás felsőt, és itt látszott, hogy mind a ketten elgondolkodtak. És itt a fordulópont, amikor vágtam a videót, azt láttam, hogy ez az, ami eldöntötte a meccset. Ez a nagyon sok lábtalálat. Nem szép, de hatásos. Nem, ez egy... Bevett formula, ezt a világbajnokságon is látjuk. Gyakorlatilag erre jó ez a nagy pals, hogy úgy tudod betámasztani, hogy lefoglalta vele a kartforgató kezét az ellenfélnek, viszont ilyen közelről meg nem tudott rendesen ütni ezzel a kisebb pajzsal. Hát ez sima 8-10 találat. Így van, miközben a lábát megotthatta, és ezt teljesen jó Zsolti ki tudta használni, szépen ott egy jó 10 pontot összeszedett. Itt megint ugyanaz próbálta, igen, csak az előbb föl tudta tolni a korlátra, most nem. Itt én azt érzem, éreztem, hogy a horvát versenyző tudta, hogy neki itt most egy magasabb pontszámot érő akciót kell végigvinni. Szerintem itt erőltette volna a földre vitelt, mert tudta, hogy akkor ott vissza tudná szerezni a pontokat. Viszont már nem volt meg az ereje ahhoz. Itt is látszik, hogy Zsolti mindig szépen elhátrál, elforog. És rászorítja megint. Így van, megint felszorítja, jönnek a térdek. Az nem üt, de az idő az viszont megy. Így van. Na, a bíró újra egymásnak ereszti őket. Igen, itt is látszik, hogy a horvát versenyző most már nem is a támadásra koncentrál, hanem próbál fogni, próbál levitelre menni. Jó, de ez meg nem hoz neki találatot. Így van. És megint ott van szabadon a lába. Egyrészt is magát fárasztja. Tehát ez sokkal fárasztóbb, mint támadni. Újabb nagy levegők, látszik, hogy itt már a menet vége felé közeledünk, mind a két versenyző nagyon fáradt, és itt vége. És vége is ért. Hát ez szerintem egy elég egyértelmű meccs volt. Így van, egy szép pörgős meccs volt. És akkor akasztják a hóhért, jössz te. Na, ezt te fogod kommentálni, csak apám. Igen, hát én itt fekete-fehérben látható vagyok ezzel a rácsos isakkal. Nekem is egy szerb ellenfelem volt. A szerb színekből felismerhető. Itt azt kell tudni, hogy ez egy nagyon hirtelen jött csere volt, hiszen a valódi ellenfelem az előző nap még egy utolsót edzett, és teljesen szétszakadtak a térdébe az inak. És kaptál egy újat. Igen, ezt a srácot, ezt úgy, hát egy beugróként érkezett róla, gyakorlatilag nem túl sokat tudtam. Viszont én... Viszont nem is nagyon akart ellene vívni, mert az elején birkózást akartál, tehát földrevitelt. Én szeretem, én nagyon szeretem a földreviteleket, én szeretek birkózni, és kíváncsi voltam, hogy mit bír. Itt az, hogy alulra kerültél, az mennyire gáz? Hát te ez kezdted... hátrány, ez nagy hátrány, ugye itt arról volt, hogy én beakasztottam mögé a lábamat, és lerántottam, viszont ő nagyon okosan a leérkezés pillanatában átfordult. Ő azért nálam egy 5-10 kilóval nehezebb lett. Ezt hogyan pontozzák a földrevitelt? Gyakorlatilag ez ugye nem volt egy tiszta földrevitel, mivel rám fordult, ő került domináns helyzetbe, viszont nem is tudott ütni, mert ugyan én voltam ahol, de sikerült lefogni. Teljesen ismeretlen ellenfél volt, itt próbáltam inkább kiismerni, tehát megnézni, hogy mit tud, gyakorlatilag itt hátráltam. Igen, de a srác az nem védekezik, tehát nem, jönnek be folyamatosan semmit, a találata. Semmit. Én megnéztem, hogy mit tud földön, megnéztem azt, hogy mit tud állva. Inkább ő bunyós volt, mint vívó. Hát igen. Nagyon sok találatot kapott eddig is.
Gyakorlatilag látszik, hogy... Leeresztett pajzsa. Hát az iskolázást, tehát meg se kell erőltetnem magam, kisebb mozdulatokkal sikerbe. Talán itt még bele is bólintok. Éreztem azt, hogy ő... Hát látszott, hogy nem ő készült erre a meccsre. Itt... Ez viszont egy nagyon sima földrevitel volt. Itt el is lehet azt mondani szerintem, hogy elkészült az erejével. Ez nagyon egyszerű történet volt ebben a képek alapján. Volt, hogy megvolt a felső fogás, tehát clinchbe voltunk, viszont nem akart előrelépni. És ilyenkor lehet azt csinálni, hogy az ember egy ilyen minimálisan oda kocintél, de gyakorlatilag ötletet ad a másiknak, hogy próbálja meg egy térdrugást bevinni. És amikor felemeli a térdét, akkor viszont tökéletesen mellé lehet lépni, és nagyon könnyen jön a gáncs. Tehát itt is ez bejött. A ötlettelen volt, rájött, hogy lehet egyet térdelni, és egyből már lent is volt a földön. Itt próbálok neki egy kis időt adni, hogy összeszedje magát, tehát mi is ugye jó meccset akartunk hozni. Nem éreztem azt, hogy még itt az első menetben nekem végig tolni kell, tehát én úgy terveztem, hogy ez végig fog menni a három menetben. Hát igen, ne menjünk azért annyira előre. Fáradt volt szegény. A második menet viszont elég különösen sikerült. Mondhatjuk, hogy így. Elég rövid lett. Igen. Hát igen, itt most már úgy jöttem ki, hogy jó, meg volt az első menet, tudjuk, hogy mit tud a srác, most már nem volt olyan ismeretlen, itt volt az ideje kicsit elkezdeni vele dolgozni. Mennyire fáradtál el, mennyire vett ki belőled energiát az első menet? Gyakorlatilag egyáltalán nem, tehát hogy itt pont az volt a baj, talán, hogy az első menetet én nem húztam meg, tehát én kíváncsi voltam tényleg egy vadi új versenyző, hogy mit tud. Második, harmadik menetben akartam elhozni ezt a meccset. Itt van az, hogy igen, itt ez egy szép fordulóvágást itt be is kapott, és szerintem ez volt az a pillanat, amikor ő érezte, hogy ez a meccs ez itt már teljesen. Ez már olyan, mintha bármit megtehetnél vele. Hát gyakorlatilag igen, itt is ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag a pajzsamat sem használom védekezésre. Hát neki is leesik folyamatosan a keze. Igen, itt már megpróbál ő is egy kicsit birkózni, itt még egyszer leviszem. Látszik, hogy próbálok minél inkább mögé kerülni, mögé rakjam a lábomat, és itt van az, amikor alám kerül itt, mivel ugye én vagyok fölül, én még üthetem, és gyakorlatilag... Jól tudom, három ütésed van, így van, így beszám. Itt kapott egy olyat szemből pajzsra arcra, hogy K.O. Hát igen, gyakorlatilag úgy ítéltem meg, hogy ezt már nem tudja folytatni. Visszagondolva sajnálom, hogy nem pörgettem jobban ezt a meccset, de akkor lehet, hogy még előbb vége lett volna. Hát ebben a meccsben ennyi volt, tehát ebben a szerb srácban is úgy néz ki. De el kell ismerni, hogy ennyire minimális fölkészülése, tehát persze ő is edzésben volt, de alapvetően ő a csoportos harcokban szokott részt venni. Meg volt a kondia, de technikailag nem állt még ott, és tényleg az, hogy az utolsó pillanatban rángatták be. Tehát minden tiszteletem az övé, aki így bevállal egy meccset, egy ismeretlen ellenfélelem. Viszont három meccsetek volt, három magyar meccs, behúztátok mind a hármat. Így van. Csak itt tovább. Azt azért megkérdezhettem volna, hogy mit gondoltak a srácok a győzelem után. F***, én nem pörgettem meg jobban ezt a meccset, tehát ez nagyon light volt. Nagyjából így éreztem ezt én is, most pedig a végén jöjjön a játék. Kérdés, magyar győzelemmel zárulta az első profight mérkőzés, igen vagy nem? A választ az előző műsorban találod. Ha ezzel a videó alá viszont beírod a helyes megoldást és megosztod, mármint jelen videót, vehetsz részt a játékban. A nyertes ott lehet a Burt válogatott világbajnokság előtti utolsó edzésén, és maga is kipróbálhatja, milyen lovag lehetett volna, ha fél évezreddel korábban születik. Kövessetek minket továbbra is, sziasztok, a jövő héten újra találkozunk.